Sziasztok, itt újra ez után. Folytatjuk a Phoenix Wright Institute-i végjátszást. Először már végigvittem a harmadik epizódot teljesen. Most jöhet a negyedik epizód. Ez egy eléggé egyedi tárgyalás lesz. Ugyanis itt a Institute-i legerősebb ügyészével kell felvennem a harcot. És megvédeni egy ügyészt kell. Tehát most bemutatom nektek, hogy lesz egy vádlóból vádlott. Úgyhogy lássunk hozzá. Négy epizód, Turnabout Goodbye. Azért hívják így, hát már kisebb életékére. 15 év telt el. Ami azt jelenti, 15 év sok idő várni. Ezt sem tudok képzelni, hogy mennyit szenvedtem. Szenvedtél? És most? Bosszút a karácsony. Mi? Boldog karácsonyt. Tehát most Miles Edgeworth-öt kell megvédenem. Tehát... Tehát mit akarok ezzel mondani? Mit hívják Turnabout Goodbye-nak? Azért, mert ez volna a finálé. Az első évadnak a fináléja. Mert... bizonyos platformoknál a négyik epizód volna a finálé, és ugye aki a négyik epizódon megnyeri, az egész játékot megnyeri. Viszont, mivel ez Nintendo DS-ről van, ezért ez itt az öt epizódos. Tehát a negyedik epizód a finálé, de az ötödik epizód az extra epizód. December 25, 10 óra 8 perc, Wright & Co. törvényiroda. Tehát ilyenkor már karácsony van. Amy? Tudod, hogy hány jó vízesés van itt? Vízesések? Meg kell kérdezem miért? Nem egyértelmű? Vízes is alatt kell lennem. Egy hideg. Ez a medium weight training kinek egy kirite? Igen. Mostanában állandóan lógott. Ja, tehát vízre van szüksége. Nem tud semmit az ízesésekről. De a Go-tól közel van. Nem tudná egy hideg zuhanyt venni, vagy van más? Jó ötlet. Most a tévében mondta a híreket. Egy azonosítatlan állatot találhattak a Gortónál. Gordinak hívják, olyan, mint egy Loch Nessi szörny. De Nessinek hívjön át. De van bizonyítjuk rá. De Vince ezt unalmasnak találja. Nem tartja ezt igaz is. A víznyomás elég alacsony a szuhanyzónál. Több nyomást akar? Én nem is a tűzoltókhoz és kérd, hogy sprézzenek le. Jó ötletni. Mivel viszont
Viszont a Bát is dolgot tud meg. Hogy a Gortónál gyilkosság történt. Ugye tóban találtak egy holttestet. És a gyanúsított Mass Edgeworth az ügyész. Tehát letartóztatták Mass Edgeworth-öt gyilkossággal. Tehát így lesz egy vádlóból vádlott. Most Mass Edgeworth fogja megtapasztalni azt, amit Maya és Phoenix is, hogy milyen érzés vádlottnak lenni. Milyen az, amikor a rendőrség őt gyanúsítja gyilkossággal. Mi történik itt? Edgeworth nem tenne ilyet. Négy. Megjegyezhetne. Maya. A Dursfield rám üvöltött, amikor hívtam. Nagyobb problémánk is van lenni. Letartóztatták Edgeworth-ot. Mi? Az ügyész? Ő a gyanúsított gyilkosság. Mi? Mikor? Hol? Ki? Miért és hogy? Nem tudom. De így csak ki. Jaj, a büntetőcenter felelősségében. December 25-ig büntetőcenter. Látogatói szoba. Tehát... Ez az ügyésznek és az ügyvédnek is tönkretették a karácsonyát, azaz valaki. Tehát itt már számítsatok karácsonyi tárgyalásra. Tudod, Nick? Voltunk itt egyszer vagy többször, ugye? Mass Edgeworth. Büntetőnél. Ez egy giga fogdában. Hey, Edgeworth, gyere vissza! Mit csináltok itt? Nick, nem hiszem, hogy jó állapotban van. Büntetésben van. Jó állapotban voltam, amikor... Te voltál itt? Na ne! Azért jöttél, hogy neves egy elesett ügyészen? Akkor neves, neves! Hát, miért nem nevettek? Nincs, nevetnünk kéne. Nem, ez trükk. Neves és megőrül. Vagyis... Vagy könnyezik. Egy van. Én nem nevetni jöttek. De hogy nem. Volt a képen igazam van. Reméltem, hogy nem... Nem jönnétek ide. Nem akartam, hogy így lássatok. Nem így. Mi történt? Miért kéne elmondanom? Mit tennék? Hogy segítenék? Azért. Segíteni? Ti? Ne légy nevetséges. Nem így is? Te kezdő vagy. Ti csak három tárgyaláson voltál. Éhé! Szerencséd volt, hogy megnyertél hármat. De a szerencsének egy előbb-utóbb véget kell kérjen.
Igazi képességre van szüksége, tapasztalatra. Mi? Sétéget? Mi? Miért? Miért vagy én vagyok az égnám kitűzös? Gortó. Tehát a Gortónál van a gyilkosság készén? Igen. Este. Attól messze van az irodától és a bíróságtól. Miért volt az le? Nem akarja elmondani. Egyről. Ugye nem? Goldie. Ha? Látni akarta Goldie? Goldie? Mi az? Majd később elmondom. Miért nem beszélem kétségre? Most mutatnom kell egy víz. Na most már végre ilyenkor hasznos bevetni ezt a jelvényt. Meg kell mutatni ezt a jelvényt, mert hogy tudják, hogy ügyvéd vagyok. Tehát senki nem hinné el, hogy védelmi ügyvéd, hogyha ez nincs nála. Az ügyvéd égelvi. Egy van. Hadd védjelek meg. Ha, most egy deleti próbá. Hát ez jó, mit kérem. Nem bízik bennem. Olyan valaki, hát csak három tárgyalást nyert meg. Mi? Az ugye reménytelen. Elvesztette a reményét. Minden eddigi ügyvédje elutasította. Félnek, hogy veszik. Hogy az ő hibája, hogy a hiányos tapasztalat. Szóval halakszanak rá, mert őt a bűnös ítéletet megszerezték. És bizonyára ez is oka annak, hogy visszautasították a 4 éves rekordja miatt óriási árat fizetett azzal, hogy az ügyvédek ellene vannak Phoenix-et leszámítva. Első is. Nem akarja, hogy beavatkozzon. És akarnál megengedni. December 25. Gortó Park belépő. Tehát most mondok okokat, hogy miért kéne megvédeni Mars Edgeworth-öt. Egyrészt, mert 15 éve ezelőtt még Phoenix Wright osztálytársa volt, és megvédte egy... amikor John meggyanúsították. Másrészt, mert segített a harmadik epizódban. Harmadrészt más ügyvédek ellene vannak. Leszámítva a Gumshoe detektívet és Phoenix Wright-ot. A negyedik ok pedig, hogyha nem segítenék neki, én sem vonnék. Vagyis, hogyha ő nem segítene neki, akkor ő sem volna különbe az ügyészéknél. Tehát ők... Tehát az ugye... Tehát Phoenix Wright-nak meg kell védenie Mars Edgeworth-öt, hogy bebizonyítsa, hogy... Hogy legalább van lelke. Így legalább akkor, hogyha sikerülne megvédem, akkor megváltozna az ügyésznek a viselkedése is. Itt történt. Igen, Gortónál, ebben a parkban. Látni egy rendőrt. Kérdezősködni. Csak nem detektív gáns.
rendőrökkel beszélgetett. Bizonyára nagyon akarna bizonyítékot találni arról, hogy ártatlan-e az ügyész. Mert ő is azt akarná, hogy ne ítéljék el. Minél több nyomot akar találni. De nem találnak semmiféle nyomot, de tovább erőlködik a detektív. Elég hallgasan parancsol, csak hogy megszerezze a bizonyítékot. Miles Edgeworth megmentését. Mostanában elég ijesztő. Még mindig nem tudja rendes a nevét, még Harry Pottonak nevet. Mit csináltok itt? Nyomasztok? Igen. Itt vagyok, segítség. Kérdezzetek, amit el van. Most elég külön mostan. Ezt kezdjük beszélgetéssel. Mi történt? Tudom, mi történt? Nem tudom. Ugye este történt 15 perccel éjfél után. Tehát ennél a hajónál történt a dolog. Két ember volt itt. Egyik lelőtte a másikat. És a lövöldöző egy zsörök volt. Egy zsarút tartóztatta le. Hogy jöhetek olyan gyorsan? Egy szemtanú miatt. Amikor megérkezett a jelentés, gyorsan a tóhoz érkeztek. Egy tanú. Ugye nem gondolt, hogy az ügyész gyilkos. Az lehetetlen. Nem érdekli, hogy van-e szemtanú. Nem hisz rá ilyen. Két érdekel itt a szemtanú. Hát az ügyvédet érdekli. Hiszen neki. De a rendőrség biztosabban, hogy az ügyész gyilkos. Senki nem veszik komolyan ezt a nyomban. Jaj, ne. Hát a rendőrök nagyon az ügyész ellen vannak. Mivel a fegyver volt a kezében. De egy szó, de nagyon kevés. Védelmi ajánlat. Igaz? Igaz, hogy senki nem hajlandó vállalni a védséget egy zsörfőt? Igen. És itt a következő helyzet. Ügyvédként megvédhettem magamat, de az ügyész nem ilyen. Az ügyész nem tudja magát megvédeni ügyvéd nélkül. És van rosszabb is. Az ügyész egy nála sokkal gonoszabb ügyésszel kell. Meg ügyész ellen kell megvédeni. Ha megvéded és veszítesz, a hírnevet fogja ezt elszenni. Yeah.
nagyon szolid az ügy ellene. Ugye nem adott komolyan, hogy ellene fordult. Emlékszel az acél szamurája. Hogy akkor segített, segített abban, hogy a kliense átadta. Tudom. Én próbáltam. De elutasítottam. Tessék! Ezt én nem értem. Nem hiszem, hogy ez jó jel. És... miért nem akarja a sikerét? Én nem értem. A szemtanú. Ki volt az a szemtanú? Mondj, komplikált lehet. A tanú mindent látok. És ott lesz a holnapi tárgyalásom. Csak egy centonó volt. Elég hideg volt a tónál este. És akkor már karácsony este volt. Nyomoznak éppen ez ügyben, de sajnos nem találnak semmi nyomot. Elfelejtett, hogy ez karács. Mit azt mondja karács, ami beszél Mikulással? Kásüretti. Mi? Találtatok valamit? Nem. Még nem. Valami meghallgatásról beszél, hogy abban vegyen részt. És ezért indulnia kell. Nem ilyetre. És hogy mit akarnék? A boncolás jelentés. Ki volt az ámulat? Még nem dolgozok a boncolás jelentésén. Még vár rá. Nem jön vissza. Nem fog visszajönni a meghallgatásnak. Tehát engedélyezi, hogy a rendőrségre menjél. Az ügyvédés és asszisztense. Azt akar... szóval engedélyt ad arra, hogy bemehetünk a parkban nyomozni. Tudod még... most pedig befelé, egyenesen a kikötőbe. Tehát ez volna a Gortó. Szamuráj kutya? Hogy inkább szamuráj dog? Szamuráj kutyát akar. Ami bizonyára valamiféle, valamint a hotdog. Szerintem finom. A
Amire most itt szükségem lesz, ez a tüzijátékos izé. Egy popper, ami durran. Nem tudom, mi ez, de talán szerintem egy pedálta. Tehát ezt annyian elviszi. Tehát erre szükség is lesz. Nem adhatom, hogy leave it, mert akkor megint kezdhetem előre az egészet. A zsebébe tette. A boltrendtársóban nem kell menni. Ott nincs semmi, amit használhatnánk. December 25. Gortófa. Vagy erdő. Szeretek itt lenni. Nézd, valaki távolozik itt. Ha valaki távolzott itt, akkor tud valamit a gyilkosságról. Igaz. Beszélnünk erről azt az illetővel. Tehát ezután kell... Ezt kell megvizsgálni. Ez zaj által klikkelődik. Ki akarja ezt próbálni? Köhög. Ja, én itt vagyok. Talán nem beszél hangosan. Hey, Nick vagyok! Ja? Nick! Ez az ujja! Talán ez törött. Bele ne rúgj! Talán nem veszik fel a hangokat. Tudja már. Ez a parti durrantó izé. Ezt akarja használni, hogy működésbe hozza. Bang! És jó volt fotózott érte. De ez már szerintem figyelni felkelti. És emiatt beírt. Yeah! Hé, de! Tartsd el magad attól! Nagyon megijed. Nézzétek, hogy mit csináltatok! Valamit ilyen finom csinálhatok. Oké, követeljük, hogy fizessen ki a számlát. Azért, amit tett a kamerába. Majd visszafizessük. És hogy mertük használni ezt a poppet? Ne játsszuk a hülyét nála. Talán ha is még a ostobán a különök nem érti azt, hogy mindannyian azok a hülyét. És kik vagytok ti? Talán barátok. Hogy jól gondolja hát, hogy ki. Hogy mit mondjam. Igen. Oké. Hát sajnálom. Na, először is meg kell mutatni ezt a jelvényt.
Ez az én jelvényem. Nem ki, hogy ragyogó vagy egy jelvény, vagy lenyűgöző? Zsaró vagy, vagy ilyesmi? Ügyvéd vagyok. Mi? Szóval egy harcos. Nem erről van szó. Egy gyilkosság után nyomoznak. Gyilkosság? Remek. Miért nem mondtad az elején? Kérdezhetsz, amit akarsz. Négre kooperálódás. Vagy így működés. Nem halok. Sajnálom. Most már mindent tisztáztunk, a neve Lotharth. Tehát ő lesz a szemtanú az első peren. Tehát nála kell bizonyítékot találni. Valamilyen meteozápor próbál lefotózni. Mi történt? Hát nem nézett sokkal tévét. Hogy kvácsom, hogy történt. Egy férfi nem volt lőve. Láttál valamit? Lássuk. Egy hajó. Egyet látok. Hogy azt a dalat figyelj 3 nap óta. Mit csinálsz itt lanna? Én? Nem akarod tudni. Egy kutató tanuló. Country U-ból. Honnan jöttél? 3 napja van. Mit fotózol? Nem mondtam? Meteor. Meteorzálkod. Hullócsillag. Kamera. Na ez a kamera. Jobb a tudom. Ez német készítés. Nem tudom, mi az a device, ami a kamerában van. Amikor tüzelte a szava a party popperrel, akkor beindult. Szóval erős hangokat vesz fel a kamerája. Iszonyatosan erős hangokat. Tehát itt az egyik bizonyíték. Még nem mehetünk el, előbb ezt kell megmutatni. Lala. Szóval hangokat, erős robbanó hangokat vesz fel. Az áldozat pisztolyáttali halála van. Pisztolya? Az olyan hangos lehet, mint az a... mint egy tűzi játék. Hogy kék van erről? Ő
hogy meg akarja nézni a kameráját, hogy van-e benne, van-e kép arról, hogy azt felvette, miközben erős zajt hallhatott, mint ott a pisztoly. Pisztolyt, hogy azt akarja átnézni. De most nem említik, hogy van-e benne. Hogy átnézi, majd visszajön később. Abba az SUV-be ment bele, tehát abban a kocsiban. Tehát később vissza kell jönni. Most ugye a rendőrségre kell bemenni. December 25. Rendőrség. Igen, mondjuk ennyiben. Hát találkozom van, de már találkozom. Kösz, hogy jöttél. Befejezték a találkozót. Ki a tádolja? Nem tudják még. Mondott valamit az ügyi? Semmit. A találkozó? Hogy ment a tárgyalás? Nem mondhatja el, mert törvény végül. Igaz. Tudod? Nem tudja, mit higgyen. Ez is olyan ember, mint én. Ha valami rosszat tett, az biztosan nem rejtegette volna. Olyan, ahogy a fickónak is. Miért nem látja ezt senki? Szóval azt gondolják, hogy ő tett. Holnap érződik a tárgyalás. Értem. Majd a végén majd elmondott, mit tett a tárgyalás. Nem mond ez senki. Oké. Tenni egy szívességet. I'm Mr. Edgeworth Smelly. Köszönöm a segítségre. Biztos van rá akkor, hogy miért nem beszéljön. Köszönöm itt. Bizony egy sorokban. Dirty Gumshoe. Hogyan bízhatsz egy ügyét? Abban az ügyét. Ez egy értelmű. Együtt dolgoztak. Bíztak egymásban. Ez így működő. Működő kapcsolat. Vagy dolgozók kapcsolat. Mindig is alkalommal bűnös időtől tenni a vállalatokat. Elég extrém lehet. Bízik a nyomozásunkban. Bízik abban, hogy megszerz a legjobb embereket hozzá. Extra keményen dolgozik. És ki akarják az érdemelni, hogy legyen helyük könyv nála. Érted? Tehát ő az ember, aki olyan mit. Hogy szabát adja. És mi az a boncolás jelentése? Egy másolatot tudod szerezni.
Tehát megvan bontolás jelent is. Megmutatnád az áldozati képet? Tehát ő itt az áldozat. Ez ismerős neki. Mert olyan megjegyzése van, mintha látta volna őt valamikor. Tehát vissza az irodába. Mi ez? Valami zavarja. Hogy mutassa meg a boncolás jelentést. Most emlékszik. Akit megöltek, az egy ügyvéd. Akivel Mia is dolgozott. Egyszer találkozott vele. Tehát a nővédével volt némi dolga. Tehát Grossnek irodájában volt munkatársa Mia. Tehát velük kéne beszélni. Irány a kikötő. És aztán az erdő. December 25-től. Gartó erdő. A tanú visszatér. Bingo. Tehát két fotót tudott be. Megszerezni. Tehát nézzük meg közelből. Tehát ez volna az a hajó. Ahol az a két férfi volt, és az egyik kezében pisztoly volt. Tehát akkor vette fel, amikor lő. De ezt nem lehet megmondani, hogy ki lő ki. Tehát köd volt ott akkor. Tehát látta a gyilkosságot, tehát ő a szemtanú. Mi? Van olyan? Persze. Hát most teljesen mindegy. Hogy gúlyolod? Tehát beszélni akar a zsalukkal. Tehát nekem odaadja ezt az egy fotót. Később. Várj, Lara. Mi? Nem látom, hogy elfoglalt vagyok? Mit láttál? Szép próbálkozás, de én nem értek tegnap születtem. Én tanul vagyok, ami azt jelenti, hogy az igazság oldalán. Vagyis a zsaluk oldalán. Tehát barát ma, ellenség holnap. Tehát nem volt semmi, csak a tárgyaláson. Tehát így távozik is. Vagy mit tegyünk? Ha látod, vagy nem tehetek semmit. Kérdés, mit látod? De csak a holnapi tárgyaláson lehet megtudni. De az már durva lesz. Oké, és most el innen.
December 25-től Gartó Public kikötő. Úgy tűnik, hogy a rendőrség feladta arcot a kérdezősködésre. Né! Hogy ez kezd a Mikulás? Úgy tűnik, hogy a Mikulás sem faragszik rám. Régen nem lát Dagni. És ment a Mikulás? Ne így nevetséges. Én vagyok. Larry Bass. Mit csinálsz? Nem egyértelmű? Dolgozik. Samurai dolgot ad el. Akarsz egy? Tehát van így egy barát, hogy kiánszé. Hogy a legjobbat érdem. Még egy modell. Szép lány. Az ő ötlete volt a kosztüm. Itt is ő vette. Nagyszerű Larry. Egy Mikulás kosztüm. Elég szép lány. Wow. Szuper. Ki ő? Ő nem a... Nem a micsoda? A partner. Ő a kis hú. Egy nehéz ember. Egy kis húgat, vigyázz! Nem Nick húga. Hanem Mia-nak a húga. Mi történt? Larry. Gyilkosság történt. Itt dolgoztál. Hallottál valamit? Egy időben pocsikon. Az utolsó éjszaka karácsonyi éjjel volt. Ilyen szíva volt, egyértelmű. Nem lehetett itt. Ilyen szíva nem volt a városban. Hawaiian van egy... valamilyen fotózás. Tehát a tóban volt egy gyilkosság. És a tárgyalás volt. Tehát tudhatjuk vele, hogy Edgeworth a váltó. Miért kéne, hogy ismerje Edgeworth-et le? Wow, Nick! Edgy-nek hívja az ügyész. Igen, de ő a gyanúsított. Gyilkosság. Ismered az ügyészt, Larry? Igen, persze. Szóval osztálytárs volt. Mi? Samurájban. Beszélj valamit arra a kutyáról. Hogy ez a samuráj dolgok? Miért hívják szamurái dolgnak? Igazából ezek gold kutyák. Vagy gold dog. Guard dog. Őrkutya. A szamurái dolog kián szélfete volt. Képzelnek ellenállni annak a szamuráj dolgnak.
Egy tónál folyatot tudtak szedni a tónál. Nagy hír. Goldi. Ő is tud már Goldi-ról. Egy van. Szóval hozzáadás volt az ügyét. És mi is várta egy? Sosem tudta. Olyan akart lenni, mint az apja. Egy apja egy ügyvéd volt. Wow. Várj! Azt mondtad, hogy ügyvéd? Igen. Várjon! De Edgeworth ügyész. Tessék! Tehát, hogy az ügyészet az ügyvének az ellentetje. Tehát nem védi, hanem támadja. Hát beszélt arról, hogy gyengéket megvédi, akik nem tudják magukat megvédeni. Csodálkozik azon, hogy miért gondolta meg magát. Ismerni? Mi? Goldi. Mi az a Goldi? Nem tudom. Itt szörnyedő. Vajt egy újság. Tehát ez lenne itt az... Ezt látták és azt mondják, hogy szörnyedék, de hogy mi a... De azt nem sejtik, hogy ez micsoda. Pedig az valójában nem is szörnyedék. Akkor a hangja lehetett, mint egy bombán. Most azt kérném, hogy vegyük kölcsön azt az újságot. $1 millió! Hát ez hülye. Itt már nincs több dolga. Remélem. Várjunk csak... Mire lehet menni? A detektívek keresik a kérdező szobában van. Biztosan a szemtól miatt. Biztos nála van a Lara Hard. Most Grossbeck irodájába kell menni. December 25, Grossbeck irodája. Megérkeztünk az ügyvédhez. Mi a valaki? Hogy ismeri fel a húgát? Miáig. Jól megnéz.
meg kéne beszélni. Miről nem? Van csak? Mi történt? Gyilkosság történt ez éjjel. Gyilkosság? Nem hallottam? Rájtok az ügyész lelőtt. Edgeworth? Mi? Ki? Az áldozat identitása ismeretlen. Ez hol van most? Mi a helyzet a festménye? Tehát nem kapja, nem jön vissza. Tehát el volt lopva, tehát nem tudja összeszedni. Hát egyszer egy volt. És most bizonyítékot mutassunk. Különös. Hogy látta valahol azt a lényet. Döbbenetes, mert ez... Hát egy ügyvéd volt. Itt Robert Hammond. Mr. Hammond. Ő lenne az, akit állítok az ügyész lelőhetett? Most beszéljünk róla. Tehát ügyvéd volt itt. Az volt tárgyalása. A DL6 incidens. Igen, ez egy ismerős a második epizódból. Akkor volt mi a meggyilkolásának ideje. Abban a második epizódban. Volt egy incidens, amikor behasználtak egy szellem médiumot. És ezen döbbent le. Mert ugyanis az illető Maya anyja. Tehát Misty Faye volt az illető. De... Verség volt ez az ügy, mert nem volt semmilyen ítélet. Beszéljük a TL6 incidensről. Ami 15 éve ezelőtt történt. Egy furcsa ügy történt. Nem kapták el a bűnözőt. Misty felhasználta az erejét, hogy beszéljen az áldozattal. Hát megmondta az életet, hogy ki lehetett az, csak hogy... Csak hogy az ügyvéd megnyerte azt a tárgyalást, és a gyanúsított ártatlan volt. És így a rendőrség az anyját csalónak nevezték. Hogy ő segíthette. Mi köze ennek az egésznek az ügyészhez? Ez mindenhez van köze. Ugyanis ott az áldozat az apja. Ha többet akarnám még tudni, akkor ügyészt kell megkérdezni. És mutassam meg neki Maya anyjának a fiát. Tehát erre is szükség lesz. Na de a Gucci már csak két dolgom van. December 25 büntető center, látogatói szoba. Mi ez?
Reméltem, hogy megkapnátok azt üzenetet. Ezső, mi a helyzet az a védelemmel? Semmi között hozzá. Szóval nem volt. Várjunk csak. Az már volt. Most meg kell mutatnom a képét. Egyszer. Pár óra tettem, míg utoljára meglátogattál. Biztosan... Lenyűgözte őt. Biztosan már rájött, hogy a D6 incidens történetét sikerült kideríteni. Ezt nem akarta, hogy kiderítsen. Ezért utasította el, hogy megvédje. Azt gondolta, hogy biztosan elutasítaná. Így nem mehetegeti tovább a titkát. Arról beszéljünk az incidensről. Mikor halt meg az apja? Tehát az egy lépben történt. Tehát ez teljesen szemtanúja volt. Lelőtték és megölték. Mindet látta. Csak hogy nem, nincs jó emlékezete erről. Azt gondolja, hogy ez önvédelem volt. Letartóztatták a gyanúsítottat. Biztos volt benne, hogy ő ölte meg az apját. És amikor a médiumbe megkérdezte az áldozattól, hogy ki tette, ő is ezt mondta. De Hammond aljas módon megvédte. Tehát Robert Hammond volt az áldozat. Most mondja meg, hogy az anyja volt a médium. Különös. Azt gondolta, hogy véget ért az incidens. Tehát 15 éve ezelőtt történt ez az incidens. De méghozzá december 28-án. December 28. Szóval arról van szó itten, hogy 15 évig tarthat a nyomot, bizonyos dolgokban a nyomozás, és hogyha 15 év alatt nem derül ki, hogy nem derül ki az igazság 15 éven belül, akkor az az ügy már elévül. Tehát az elévülés idője akkor már 15 év, az ő törvényeik szerint. Tehát ismét 3 perc lesz az 1. december 26, 2. december 27, 3. december 28, tehát a december 28-ban lesz az elévülés napja. Tehát addig van időm lezárni a DL-6 incidensi ügyet. Tehát 3 nap maradt hátra, és akkor a DL-6 incidens örökre lezárul. Tehát addig kell cselekednem. Az apja. Szóval ügyvéd volt az apám. Az volt. Híres volt. Ő próbálta követni az ő lépéseit. Arról nem szívesen beszél. Gyanúsított.
Mi történt a gyorsítókkal? Azt nem tudja. Eltűnt, és nem tudja hol. És ha életben van, már öreg lehet, de olyan 50 éves. Hát ez csodálkozó. Most már érti, hogy miért rejtegettünk. Hát nehéz normális életet élni ilyen helyzetben. De még mutatnunk kell egy bizonyítékot, miért még távozunk. Méghozzá ezt. Mi lehet azon a fotón? Előtted? Mit gondolsz már? Nem hiszem. Szóval nem lőtted le? Nem. Az nem én voltam. Right. Fáj, ezt kérnem, de... Tudom. Azt akarod, hogy védjük meg. Na, így már beleegyezik. Na, és igen. Egyben egyértelműen bele kell egyeznem. Mert hogyha nem segítenék neki, akkor nem volnék különb az ügyésznél. Ki gondolta volna, hogy ez az idő eljön? Nem nekem. Itt az idő, hogy viszonozza, amit ő korábban tett. De ezt ő sem tudja. Mert erre nem emlékszik. Nem kell tudni. Most egy levelet ad nekem, hogy ezt adjam oda a detektív. Földrengés! Elég ijesztő volt. De az ügyész akkor már eltűnt. Látszik, nincs jó véleménye a földrengésről. December 25-től rendőrség. Mi történt itt? Mi a gond, detektív? Az a vad, ő volt itt. Hogy beszélni kéne. Miről van szó? Még mindig azt gondolja, hogy ellene vagyok. Hát nem talált a bizonyítékot. A vallomása. Mit mondott ő vissza? Hogy pisztolyjal lőtt. Mi? Hogy van fotója, amilyet úgy a bizonyított. Hogy látom. De azt nem látni, hogy ki lőtt ki. Tehát ki akarja nagyítani ezt a fotót? Hogy látható legyen. De na ez a kinyalítás majd, annak majd lesz haszna a peren. És ő fog vallomást tenni. Mit tett a többi templomban? Ő tűnik nem lesz más templom. Ez élet-halál. Élet vagy halál lesz ügyész számára a holnapi tárgyalás.
mi azt mondanál, de hogyha átadlan, akkor valamit nem értünk meg ennyi. Mert nem lesz szükség. Megint csak ezt megmutatni. Tehát ebben a levélben. Az áll, hogy meg tudtam győzni, hogy ki megint. Találkozunk a tárgyalás. Éreztétek a földrenk is? Aggódott. Jó vagyunk. Szóval az ügyészét aggódott emiatt. És ezzel nincs meglepve. Azon csodálkozik, hogy mi a baj a közlekedéssel. Nem volt rendi ijesztő, még amikor iskolás volt. Tehát vele volt osztályos, amikor négyikes volt. Csodálkozik a katonocsival, mit történhet? Folytat. Tehát olyan epizódot adok ennek, hogy vádlóból vádlott. Úgyhogy ennyi elég is lesz mára. Ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornámra, lájkoljátok a Facebookon és kövessetek Twitteren. Tehát legközelebb az első perre fogjuk kezdeni, ahol szembe kell nézni a legerősebb ügyésszel. De nagyon nehéz dolgom lesz, mert ez... Mert a teljesítmény egyszerűen embertelen. Úgyhogy már a búcsúzom, sziasztok!